Sziasztok, Vicuska vagyok. Végre elérkeztünk a várva várt leckéhez, fogadjátok szeretettel. Veszünk egy lapot 900-600-asat, leokézzük. Most ugye nincs ablak eredeti méret, mert nincs itt bent semmi, de azért majd behozom, tehát ami azt jelenti, hogy fogom és behozom az még pedig ezt fogjuk elkészíteni. Ezt a képet fogjuk elkészíteni, nézzétek. Készítettem már eddig pipacsos, búzavirágos, margarettás, most pedig ezt a búzás képet fogom elkészíteni. Általában a, a tubékat magam készítem. Tehát lát, láttatok már biztos sok képbe, hogy magam készítettem, ezt is magam készítettem. Úgyhogy ilyen mezei virágos, nagyon szép kis valami. Hát, van, amikor nem érek rá, akkor fogom, aztán veszek valamit, de általában így van. Tehát most innen veszek mintát. Mutatok majd egy új dolgot nektek a gradient készítésére, mert eddig úgy csináltuk, hogy rámásoltuk a képemet erre a képre, ugye, itt a gradientnél, itt. Most pedig máshogy fogjuk készíteni. Még pedig lenne, hát Hogyha nem töltöm fel, tehát, hogyha nem töltöm fel, először is veszünk egy, ugye, veszünk színt, még mégpedig egy sötétet, ugye, itt van, tehát, ez a sötét innen veszünk, és akkor én most meg fogom nyitni, hozzáadom az eredeti színek, ez kétszer, vagy háromszor, attól függ, mennyi szint szeretnék behozni, és oké, innen lenézem a számokat, hogy milyen számokkal fogunk dolgozni, és oké. Okay. És a következő pedig lesz a világos. A világos, ami azt jelenti, hogy innen veszünk világosat, tehát vagy innen nézzétek, csak innen. És akkor most ezt is hozzáadom az egyéni színekhez, és akkor itt ezeket a számokat nézzétek le, és oké. Okay. És ez lesz a képecskénk, ezzel tovább nem foglalkozunk. Na most készítek, Nektek színskálát, ami azt jelenti, fogom, tehát veszek egy új réteg üres, készítek színskálát most, egy új réteg üres, és ezt majd fel fogom tölteni a csoportba, csinálok egy ilyen, mindegy, milyen tehát egy ilyen négyzetet, és akkor fogom most beöntöm ezt, ugye a felső rétegen állunk, beöntöm a világossal, most nem teszem le a kijelölést, nem teszem le a kijelölést, hanem fogom húzom, ide mellé, ugye, és itt van a másik színem, ezt megfordítom egy kicsikét, és akkor beöntöm így, és már van is színskálám, és akkor ezt itt hagyom ahol van, de ki is vághatjuk, el is menthetjük. Tehát fogom, kivágom, elmentem. E másolás, beillesztés, új képként, és majd ezt el fogom menteni. Tehát ezt ide most letettem, de azért tettem ezt ide fel, hogy ezt fogjuk majd felhasználni a gradient készítése során. Na, tehát ezt most itt bezárom, látható következő dolgot teszem, veszek még egy új háttérüres, tehát szükségem van rá, mert igen, és akkor beöntöm először is, beöntöm a világossal. Világos. Utána még veszek egy új rétegüres, mert a háttér maradjon így, tehát hogy kellene egy új háttérbeszúrás, hogy tudjunk rajta dolgozni. Általában mindig kell egy új háttérbeszúrás, réteg új üres. Oké, és most megfordítom, ha nem megfordítom, beöntöm a bal gombbal. De ha nem fordítom meg, akkor is be tudom önteni jobb gombbal. Tehát ezt, meg, ezt kell megjegyezni. Következő dolgot teszem, leteszem a bödönt. Amikor letettem a bödönt, megyek a szűrőkre, tehát felső rétegen állunk, szűrők, fotomaszk. És a fotomasznál ezt kapjuk, ezt a maszkot majd feltöltöm a csoportba, vagyis a gépportálos oldalamra. Arra törekedjünk, hogy ez a háromszög legyen a sötétebb. Tehát lehet többféle módszer, de nem így választjuk, hanem a háromszög legyen sötétebb, és oké. Okay. Egyesítjük az előző réteggel, és most megkettőzzük. A réteg megkettőz, és amikor megkettőztem, akkor egy viszintes tükrözéssel átdobom. A felső Fogom, ugye ide megyek a rétegintéző segédeszközre, és itt van az átlátszatlanság. Az átlátszatlanság 50% és kapsz egy ilyet. Egyesíten az előző réteggel, és kész van az alapocskád. Na most fogod és kivágod, vagyis nem is kivágod, hanem inkább kijelölöd. Tehát, a fogod a poligonocskádat, ugye itt olyan érdekes volt ez a maszk, hogy nem ment teljesen ki a szélére, de nem baj, így is jó. Fogod, balgom lenyomva tartva lenyomod. Visszed, egyenesen lenyomod, itt alul, visszed, lenyomod, visszed, lenyomod, balgom lenyomod. Kész a kijelölés, most pedig behozod a tájadat, azt, én nem tudom, hogy a tájacskám, az nincs itt, tehát behozom a tájacskát, a búzamezőt, itt van a búzamező, az a lényeg, hogy ez a búzamező kép-kép méret. 900-600-as legyen, és oké. Okay. Na most ezt szerkesztés-másolás, ugye ide kattintasz felőre, mindig ide a kék közepébe kattintasz szerkesztésbe beillesztés, de nem ezt a beillesztést használjuk, hanem a különleges beillesztés középre, különleges kijelölés illesztés középre. És már be is illesztett a kijelölésünkbe, de ez nekem így nem tetszik. Hogyha nem veszünk új réteget, akkor is lehet, akkor nem tudjuk Ugye? Szóval ezt azért mutatom most meg nektek, mert hogyha nem veszünk új réteget, akkor az átlátszatlanság nem sikerül. Mert ez azonnal elmegy a kijelölésünk, tehát nem jó. Tehát fogod, kijelölés, veszel egy új réteg ürest, tehát mindenképpen veszel egy új réteg ürest, megint a kijelölés, tehát alul kijelölöd, és most ugye bent van az egeredben a buszamező, szerkesztés, különleges beillesztés, kijelölés beillesztés középre. És már új rétegen van, és így már tudsz dolgozni. Tehát most, hogyha ide átkattintasz, elmegy ugyan a kijelölés, de ki tudod jelölni így fent a T betű mellett. És akkor fogod, tehát itt van, nem is kell kijelölni, fölösleges, megjelenik az átlátszatlanság, mert külön rétegen áll. 70%-ot vegyünk az átlátszatlanságnak, vagy 80-at, inkább 80-at, mert már látszik itt belül ez a kis barna valami, De lehet, hogy aztán nem biztos, megnézzük, hogyha a domborítjuk, akkor mit jelent majd. Megyek a szűrőkre a domborításra, a mérsékel domborítás kétszer. Hát nem is annyira vészes. Nem vészes. Hagyjuk így. Vagy a, vagy a 80, tehát fogod aztán visszamész 80-ra. Tehát 80 százalék, és akkor még egyszer megdomborítjuk mérsékelten. Tehát kaptunk egy ilyet. Most egyesítjük a két réteget, tehát a búzamezőt, meg a, a hátterünket, most megszüntetjük a kijelölést. Tehát a következő dolgot tesszük. Először is megcsináljuk az alapot, letesszük a poligonocskánkat, mert ez nem akar elszakadni tőlünk. Tehát megszüntetjük a kijelölést, és akkor fogod, na mégis kell csak a poligonom, most megint megyünk a poligonra. Tehát a középső rétegen állunk, és most kijelöljük ezt a felsőt, ezt. Bal gomb lenyomva tartva mert ez most egy kicsit nem lett jó, mert nem látszik a széle, és akkor teljesen kijelöljük, jól, így. és amikor kijelölted, akkor most igazság szerint nem kellene új réteg, de azért veszünk új réteget, hogy ezt ne kelljen már még egyszer kijelölni. Tehát veszünk egy új réteg ürest. oké, a T betű kattintunk, kijelölés megjelenítése, és akkor fogod ö, szerkesztet, igen, fogod, ezen dolgozol alul, ezen dolgozol szerkesztés, kihúzás, kitöltés, kihúzás, kitöltés, és fogod ezt a barnácskát, kihúzott, kitöltöd. Hát nem is tudom, hogy most ö, miért sikerült ilyen kis aprócskára a stílus, hát, barna van bejelölve, nekünk jó is lesz, tehát itt választhatsz bármit, nézzétek, csak itt vannak ilyen dolgok, ezt már tanultuk, hogy mit is lehet itt választani, bármit választhatsz, mondjuk, ez is nagyon szép, mm. és akkor a barnát mm, sötétebb is lehet, akár, ugye, és oké, okay, mondjuk, vagy a másikat, tehát inkább ez legyen jó, és akkor most fogod, fogod, másolod, másolás, és akkor erre rá másolod, szerkesztésbe élesztés, és már itt meg is van, egyesíted a két réteget, és akkor itt van neked ez. Ugye, megmutatom, tehát fogod, és itt van, és akkor most ezt egy ilyen függőleges tükrözéssel átdobod, és ide helyezem. Mondjuk nem jól vágtam ki, azt látom. Tehát arra figyeljünk, hogy hogy vágjuk ki. Ne vágjuk bele ezt a kékséget. Most itt nem érdekes, nincs jelentősége. Megfordítom egy kicsikét, és már, már is nem látszik. Tehát kimegyünk a szélére. Így. tehát fogod beilleszted így rendesen, és akkor felőre is beilleszted, mert ugye ezt, ezt még egyszer megkettőzöd, tehát réteg megkettőz, mert azért kettőzöd meg, mert felőre is szükségünk van rá, még, úgyhogy, tehát felőre is szükségünk van rá, ezt visszateszem ide, mert innen vágtam ki, ugye? Tehát itt. Fogom, illesgettem, tehát most már mindegyik külön rétegem van, ezt azért kellett, hogy mindegyiket külön, mert maradhatott volna így is, mutatom azonnal, tehát hogyha ezeket bezárom. Maradhatott volna így is, ugye ő fölső itt van. Így is tudtunk meg tudunk is dolgozni. Hogyha még egyszer kijelöljük, és akkor itt már tudunk dolgozni, de! Ez jobb, ha így van, mert így árnyékot is tudunk neki adni, tudunk neki leképezni. Ezt itt felhúzom, mert ez a felső. Tehát kinyitom a szemet, mindkettőt. Felsővel dolgozunk először ezt. Próbálom úgy elhelyezni, hogy, hogy jó legyen. Tehát jó. Tehát a felsővel dolgozunk, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, ugye? Kiveszem a külsőből a pipát. Igen, most ez az alt, tehát oké. Okay. Hát nem tudom, lehet, hogy a barna jobb lett volna. De jó a zöld is, tehát megszüntetem a kijelölést. Most ez következik, tehát szűrők. Leképezés, progresszív kontúr, és ez a zöldeske, de a külsőből kivesszük a pipát. Jó, megszüntetjük a kijelölést. Ezt, ezt, ezt rendesen felhúzzuk, elhelyezzük rendesen, mert ugye ez külön rétegen van. Na most ennek nem adunk külön árnyékot, mert végeredményben ez az árnyéka. Egyesítjük a két réteget, és akkor e, most ezt megdomborítjuk. Szűrők mérsékel, domborítás, még egyszer mérsékel, domborítás. Egy nagyon picikét elhúzzuk. Így. Jó, és egyesítjük, amikor már minden rendben van, akkor egyesítjük az alaprétegünkkel. Tehát tudtunk neki progresszív kontúrt adni is. Itt egy picit, picikét. Lejebb kellett volna vinni a dolgunkat, tehát hogyha visszamegyünk, akkor egy nagyon-nagyon picikét lejjebb visszük. Tehát itt figyeljünk rá, hogy hogy van, és akkor úgy egyesítjük majd. Hát itt egyesítés az előző rétege, tehát az alsó is jól van, a felső is jól van. Na most ezzel elkészültünk az alaprétegünkkel. A következő dolgunk a, az effekt készítése. Most ezt, ezt a szemet én hát nem csuknám be, nem csuknám be, mert ki kell újból jelölni. Tehát fogom, kijelölöm, veszek egy új réteg ürest. Igen, oké. Okay. Vettem egy új réteg ürest, az alsót kijelölöm, tehát fogom aztán kijelölöm megint, de mert nem hiszem, hogy él a ki, de él még a kijelölés. Nézzétek csak, ha él a kijelölés, akkor nem kell kijelölni, ha nem él, akkor kijelölöd a poligonocskáddal, de most élt, hála a jó Istennek, és akkor ugye erre a rétegre öntjük rá a gradientecskéket, ezen kijelöljük, erre ráöntjük, és most következik az, amit szeretnék mutatni. Kinyitom a szemecskét, amit készítettünk, ugye, színskálát, ebből fogunk szint venni. Tehát eddig a képemet raktam ide rá, másoltattam rá nektek, most pedig a színskálát, mindegy, hogy mit másolunk, csak tudjunk szint másolni, és akkor ugyanolyan lesz, mint ez, mert én ebből készítettük. Tehát fogod, erre dolgozunk, ugye ki van jelölve, ha nincs ki, akkor kijelölöd, színskálát is kinyitod, gradientecskét kinyitod, ugye nekünk most ez itt egy ilyen síma, tehát 8 szín van, fogod, 7 szint veszel, és akkor fogod, jelölgeted. Az első, koc, nem a kockára kattintunk, hanem a három szögre, az sötét utána következik a világos, tehát itt tudsz jelölgetni. Sötét, világos. Sötét, világos. Sötét. És, oké, okay. amikor, ezt, az, amikor ezzel elkészültél, leokézod, és ez becsukod a szemet, mert már nem lesz rá szükség, de viszont az alsó rétegre mész, ugye ki van jelölve, ha nincs ki, akkor a kijelölésre kattintasz, és akkor most még egyszer visszamész, és már nyugodtan tudsz dolgozni, ugye ki is van jelölve, van réteged is, a kiválasztod a PFS kiválasztást, és ezen belül kiválasztod a MIFO 67-et, ezzel már egyszer dolgoztunk. MIFO 67 is, és és oké, okay. tehát mikor ezzel készen vagy. Oké, okay. és akkor e, lett egy ilyen, de azért nem működik, mert be kell önteni egy színnel, tehát fogod azt a felsőt, beöntöd egy színnel, mindegy, hogy sötét, barna vagy, akármivel öntöd be, és most próbálod, nézd, már működik is, tehát itt e, van a kis mifo 67-ünk, és itt állandóra állítod, ha homorúra állítod, akkor egy kicsit más lesz, tehát itt is lehet változtatni, mondjuk domború, akkor itt szít megy egy kicsikét. Tehát akármit lehet vele csinálni. Például vannak hullámok, ezt itt mutatom, vonalas, ez nem szép. És a, állítsuk mondjuk a homorú, és ez pedig a domború, hogy megnézzük, hogy melyik szép a homorú, az szebb lesz. Tehát oké. Okay. És akkor ezzel készen van itt a felső effektünk. Ugye most kijelöltük ugyan, és megyünk a szűrőkre, a torzításra, és a trapéz torzításra, megjelöljük magunknak a vízszintes tengelyt, mindegyiket kihúzzuk a szélére, tehát az egyik az 10% lesz, a másik pedig 200, és oké. Okay. És akkor kaptunk egy ilyet. Na most ez maradhatna így is, mert így is nagyon szép, tehát így is nagyon szép maradhatna így is, de én nem így csináltam, hanem fogtam, ugye most bezárom ezt a, egy kicsikét bezárom ezt a szemet, fogtam, kivágtam. Még pedig ezzel a négyzetet jelölöm be, és akkor fogtam itt középet, ahogy megy ez a vonalacskám, középet itt kivágtam. Tehát fogom, jobb gomb kivág. Ha nem működik, akkor nem működik azért, mert nem jó rétegem vagyok. Tehát ráállunk a rétegére, jobb gomb kivág. Á, á, nem kivág. Másolás. Tehát rálunk a rétegére, még egyszer kijelölés, jobb gomb másolás. Kivág, és jó lett volna, mert akkor úgy képként be tudjuk illeszteni másolás, és akkor rámásoljuk. Szerkesztés, beillesztés, és itt van már is. Ezt pedig kitöröljük, nem kell. Tehát itt van nekünk ez, a kis efektecskénk. Most megnyitjuk a képecskénket, és megnézzük, hogy milyen lett. Hát igen, elég szépecske. Nem tudom, hogy milyen a képem megnézem, hogy milyen a képem, látjátok? Tehát hasonló, teljes jó a hasonlóság, és nem is csináltam vele semmit, csak domborítottam szerintem. Szűrők domborítás, mondjuk mérsékelt, szűrők domborítás mérsékelt. Nagyon szép, már többet nem bír el, azt hiszem. Mm, igen, Szűrő, kélesít, és mikrokontraszt, és kihúzzuk mindkettőt a szélére. Azonnali előnézetet bejelöljük, és oké, okay, na most már nagyon szép az effektünk. Ezt az effektet, hát először is réteg megkettőzzük. Réteg megkettőzés, egy 90 fokos fordulattal pődülete átdobjuk, de most ez így lesz, tehát oldalra tesszük, most ez lesz középen. Ezt is megfordíthatnánk, nyugodtan, nem tudom, hogy hogy szebb. Tehát mindegy. Én nekem most így per pillanat talán jobban tetszik. Még egy picit le is húzhatjuk, mondjuk e, torzítással. Itt egy picit le is húzhatjuk, mert ide szeretném tenni a viccuska tutoriát. Egy picit le is húzhatjuk, és itt is kicsit le ki is húzhatjuk ide. Mondjuk a képeremre, nem így csináltam, de lehet ezt így is csinálni. Úgy, hogy hozzáérjem, vagy odaérjem, vagy mit tudom én. Tehát ezt lehet teljesen kihúzni a szélére. Így, így is lehet. És akkor rögzítés, és akkor most ez kettőződ meg. Tehát a, a, ezt réteg megkettőz, és akkor átdobod ide egy vízszintes tükrözéssel, megfordítod, és ide teszed. Ugye ide teszed, rátesszük, rátesszük, és ezt is megfordítjuk, réteg megkettőz, tehát megkettőzzük, és egy tüköleges tükrözéssel átdobjuk, és már is itt van nekünk. Na most itt kisebb, tudjuk, hogy kisebb ézak van azért, mert itt lement teljesen a búzamező, akkor itt hagyunk egy piciket és helyecskét a nevünknek. És akkor már is jó lesz. Tehát itt a búzamező. Leje van, de nem érdekes, nem jelent semmit. Nem jelent semmit. Akár lejjebb húzzuk, feljebb, mindegy. Tehát nem érdekes. Nincs jelentősége. Ki, ahogy szeretné. Én hagyom így. Tehát na most. A következő dolgot tesszük, hát nem tudom, hogy nem mindenre jó az árnyék. Tehát fogod, a felsőt bárnyékolod, réteg, mondjuk erre kattintasz, mert innen is tudod, hogy melyik a felső réteg beállítások árnyék. Ezt külön kell árnyékolni. Azért, mert ugye, mondom mindjárt, hármas árnyékot készítesz mindenhova, tehát ide belülre szeretném az árnyékot. Most ez kész, réteg árnyék egyesítés. Na most a következő, ez következik, csak ide rákatolsz, és kijön a réteg. Réteg beállítások árnyék, ez szintén hármas fogod. Mutatom azonnal, tehát itt ugyanúgy hármas, mint a másik. Oké, réteg, árnyék egyesítés, és akkor a következő ez lesz ez. Ugye itt van, réteg, beállítások, árnyék, remélem működik ez az árnyék. Most elmegyünk mínuszba, mínusz három, és három. Tehát mínusz három, három, és itt is három. Oké, és réteg, árnyék egyesítés, most megyünk erre az alsóra, réteg beállítások, árnyék, nézzük, hogy mit teszünk, mit tesz vele. Remélem, hogy Hát, jól van, már jön fölfele az árnyék. Itt máshogy kell, mert ugye máshogy. Tehát, jó lesz így. Mínusz 4-2, és megnézzük a sugarat, szintén három legyen. Oké, okay, réteg, mm, egyesítés és akkor már jó is vagy, bajon. Egyesítjük a rétegeket. Egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előzővel. mert minden réteget lehetne egyesíteni, tehát minden réteget itt fent, hogy réteg, egyesít minden réteggel. De még azt itt nem egyesítem. Most már ez nem kell. Most láthatóvá teszem és kikattolom. Tehát mondom neki azt, hogy törlés. De majd ezt feltöltöm a csoportba. Itt egy pici balhé van, amikor ilyet látsz, akkor vagy visszamész, vagy visszamész ezzel. Tehát itt ezzel mondjuk, vagy fogod. Tehát, hogyha ilyet látsz, hogy itt felül van egy ilyen, akkor fogod a szabad átalakításodat, és egy nagyon picit egy egyes. Felmész, és már jó is. Tehát nem ne a, az egereddel éb, hanem fogd a szabad átalakítás, és egy egyest adjál neki pluszba, és már is jó. Na most egyesítjük a, az alsó réteggel is, tehát most már csak egyedül maga van, és akkor a következőt tesszük, ugye behozom az a tubémat, amit én készítettem, tehát ezt egy kis margarettából, búzából, és egy kis mezei csokor, mezei virágból, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Jó, és akkor ide helyezzük, itt eltakarhatjuk ezt a dolgot, és akár meg is hajlíthatjuk, de nem. Igen, hajlítsuk meg, hogy minden látszódjon jobb gomb, szabad átalakítással. Hát, nem erre, hanem a bal fele. Egy, mit tudom én, ne sokat pördítsünk rajta. Így. Oké, okay, és akkor tegyük ide rá. Tehát ezt ide úgy tegyük rá, hogy általában, hát én úgy tenném, hogy látszódjon ki az effektecském. Akkor még egy kicsit pördítek rajta. Tehát így. Így, 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 nagyon jó, szuper. Tehát ide, ide, ide ráteszed az effektre, teljesen ide leviszed, leviszed, és akkor így jó lesz. Talán egy nagyon picit, egy kicsit nyitjuk szabad átalakítással, mit tudom én egy nagyon picit, hogy azért ne, ne, legyen ilyen feltűnő, mondjuk 90, nem is mennyi volt, 80, 80 százalék, és akkor még egyszer elhelyezed ide. Jó, így, vagy ide feljebb, mindegy, tehát lehet ide, itt legyen a vége, ez is jó lesz, és akkor most adunk neki egy kis árnyékot, rétegbeállítások, árnyék, hármas, mindegyik hármas, sugár és hármas, és általában ez 80% legyen, ne legyen olyan hivalkodó, és oké, okay, most mondjuk neki azt, hogy szűrők, készíthetnénk úgy is, hogy az itnet coppare, filterul limited 2 és az engravert. Tudjátok, nem ezt használjuk, hanem a konvolúción filters és az engravert és itt van nekünk a 180-as, igen, 180, már próbálod beállítani, 181, mindegy, és ide beleolvad de szépen, szűrők, élesítés, mikrokontraszt, és kihúzod a szélére, és oké. Okay. Egyesíted az előző réteggel, és akkor ez készen van, behozzuk a csajoscskánkat, itt van, ugye nem is tudom. Mindjárt megnézem, hogy ez 42 százalék, de mondjuk 50 százalékra. Köszönjük Malackának a tubét, tehát leradírozom. Azt néztem meg, hogy kitől van a tube. Malackától. Szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. És nagyon szép kislány, tényleg nagyon jobb gomb szabad átalakítással. Hát azt még nem tudom mekkorára, olyan 70, mert ezt ráteszem majd a keretre. Tehát most itt a keretre fogom rátenni. A... Nagyon szép lenne így is, szerintem keret nélkül még szebb lenne fogunk és adunk neki egy keretet, egy különleges keretet, mégpedig pedig külső keret, színkezelést megnézzük, hogy jó, e nem jó, RGB szín, képkülső keret, és akkor egy 45-ös széleség nem annyi, nem, adjunk neki csak 40-es, nem szép az a nagy keret. Varázspálcával bejelöljük, és akkor most a következő dolgot tesszük beöntjük ezzel a barnával, vagy a világosan, mindegy, megfordítom, beöntjük, így, és akkor fogod, ami ki nem kell új réteg, ami ki van jelölve ezt a gradientecskédet, és megpróbálod, hogy mit tesz vele. Nézzétek csak, mit tett vele. Ugye elmentetted a MIFO-t, a PFS bent van, és akkor az jött rá, tehát a MIFO 67, és akkor szűrők, domborítás, domborítás. Kétszer, háromszor megdomborítod, hogy nagyon szép legyen, és látod, amik ki van jelölve, és látod, hogy mennyire szépen domborodott, tehát körülbelül háromszor, és akkor most még le is lehet képezni szűrők, leképezés, progresszív kontúr, és akkor fogod, hát nem öttös, nézzük meg a külső, mit csinál a külsővel, külső vele semmit, tehát kivesszük a pipát, és akkor fogod ezt, itt kicsit nehézkes. Igen, mondjuk tízest adunk neki. Oké, okay. és akkor készen is vagyunk. A csajocskánkat fogjuk, felső rétegen állunk, fogjuk ide lerakjuk, úgy, hogy az effekt látszódjon, tehát itt szeretnénk egy picit rátenni, így, és akkor ezt így rátesszük. Nagyon szép, és a, nincsen más hátra, mint a vicuska tutoriál. Most egyesítem a réteget, de először adok neki egy kis árnyékot, rétegbeállítások árny árnyék, tudjátok, hármas. Ez is hármas, ez is hármas, és 80% az átlátszatlanság. Egyesítés az előző réteggel, és most következik a vicuska hát barnával készítjük, meg sötétebbel, még egy picikét, hogy látszódjon. Vicuska tutoriál. Hát nem tudom, egy picit nagy, ez itt biztos, tehát kisebbre vesszük inkább olyan 25-ös. Meglátjuk, mekkora, és akkor megnézik. Hát, ez nagyon nagy. Tehát, vagy itt változtatunk rajta, visszamegyünk. Tehát, és akkor mondjuk 20-as, ez is nagy, tehát visszamegyünk inkább. 15. Attól függ, hogy milyen betűd van. Tehát, hogyha neked másfajta betűd van, akkor biztos, hogy másfajta változtatásra van szükségünk. Tehát itt a viccuska tutoriál. Jobb gomb, felső rétegen állunk, konvertál szöveget képrétegbe, és ez megkettőzöd. Háromszor, egyesítés az előző réteggel. Egyesítés az előző réteges és nem is kell vele már semmit se csinálni, esetleg egy picit szűrők domborítás, mérsékel domborítani kétszer. És már, át nem is kétszer, egyszer. A réteg megkettőz nekem, magamnak, és akkor fogom, ide lehúzom, elfiravicuskám, és leradírozom a tutoriált, és már jó is. Adhatunk neki árnyékot is, tehát hogyha ez így nem tetszik. Fogod, adsz neki árnyékot, ha nem tetszik. Ide lehúzom. Tehát nekem ez így tetszik, mondjuk, de ha árnyékot adunk neki, mondjuk ez a felső, rákatintasz, ugye, kép, réteg, beállítások, árnyék, elmész mínuszba, Mínusz egy kettő. És itt megnézed, hogy hogy szebb neked hármassal, vagy kettessel, vagy egyessel. Nekem a kettes jobban tetszik, megnézem oké. Okay. Remélem jó lesz. Egy kicsit hivalkodó, de nem baj. Tehát a vicuskát is megnézzük tovább a vicuskára kattintunk. Az a felső gondolom én Igen. Réteg beállítások, árnyék, szintén úgy, tehát mínusz egy, kettő, három. Látjátok, hogy változik? Tehát ez itt inkább három legyen is, oké. Okay. És készen is vagyunk. Egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel. Tehát el is készültünk a leckével. Mindenkinek további szép napot és jó munkát kívánok a leckéhez. Remélem tetszeni fog, és el tudjátok készíteni. És akkor elmentjük. Fájmentés másként. Jépek mindenkinek. Szia!